Gyereknek, lánynak biztos van véleménye a felnőttekről. Milyenek a felnőttek? Hát én nagyon tisztelem a felnőtteket, mert sok felelősség van a vállukon, és hát sok mindent meg kell tenniük, amit egy gyereknek még nem. Például miket kell megtennie? Kati. Szóval hát a felnőtteknek törődnie kell. Szóval a gyerek az még nem kell, hogy törődjön a családjával, a környezetével, a felnőttnek gondoskodnia kell a szeretteiről. Egy gyereket pedig, ez nagyon csúnya lesz, de eltartanak. Miért ezt fejükhöz vágják a gyerekeknek a szülők, hogy neked ezt most meg kell csinálni, mert úgyis én tartalak el, én gondozlak téged, ezt fejükhöz vágják? Hallottál már ilyenről? Hát igen, sokszor fejükhez vágják a gyerekeknek, de nem gondolnak a felnőttek arra, hogy egyszer én is fel fogok nőni, és én is el fogom tartani az én gyerekeimet. És te biztos, hogy nem mondasz neki? Nem tudom még. Hát... De ez egy csúnya dolog, nem? Hogy ilyet mondanak, hiszen ők akarták a gyereket. Hát végül is az, de szóval sokszor van olyan, hogy a gyerekek azt mondják, hogy én nem fogom úgy nevelni a gyerekeimet, ahogy engem neveltek, és mégis ugyanúgy, teljesen ugyanúgy nem fogják nevelni a gyerekeiket. Biztos ez, hogy teljesen ugyanúgy? Hát nem, Nem tanul, nem tanul a gyerek a felnőtt hibájából? de tanul, de valamennyire elfelejti meg Hát ő is felnőtt lesz, és belekerül abba abba a a világba. világban. És hát végül is azt hiszem a felnőttek a gyerekkorukból csak a jó dolgokra szeretnek emlékezni. Miért a gyerekkorban vannak rossz dolgok is? Hát mindenkorban vannak rossz dolgok. Hát Mik ezek? Mondjál ilyet nekem. végül is a gyerekkorban ezek még enyhébbek, de... Mi rossz? Mit nem szeretsz, amit tiltanak? Több önállóságot szeretnél? Hát nem, szóval nekem mindig azt mondják, hogy én legyek... Megcsípted? Nekem mindig azt mondják, hogy én Jó, legyek... akkor tartsuk ketten. Hogy én legyek önálló, de én próbálok önálló lenni, de úgy érzem, hogy nem hagynak. Mi az, hogy önálló egyáltalán? Mit értenek ezen? Én úgy gondolom, valami olyasmit gondolnak, hogy én magam elintézem a saját dolgaimat, magam megcsinálok magamnak mindent, ők csak főznek rám és mosnak rám. De hát ez ugye lehetetlenség, nem? Hát ő lehetetlenség, mert... Azért valamennyit kell foglalkozni még a gyerekkel. Meddig gyerek a gyerek? Hát attól függ, hogy kinek egy szülőnek a gyereke, hogyha 40 éves, akkor is az az ő pici gyereke. Egyáltalán korlátozhatják még felnőtt korban a szülők a gyerekeket? Hát A gyerekeiket? Sokszor korlátozzák, mert sokszor van olyan, hogy a felnőttek túl picinek tekintik a gyereküket, és hát, hogy szóval van egy példa rá, de hogy mondjuk van egy 15-16 éves gyerek, és el akar menni egy buliba, vagy valahova, és gyere ám haza 10-re, szóval és akkor a gyerek meg úgy érzi, hogy szóval a gyerek az mindig nagyobbnak érzi magát, mint amilyen nagy, és hát nagyobb is akar lenni. Miért te elengednéd a gyerekedet? Nem. Tovább? Nem, most... de... Hogy szóval... látod te ezt? Azt mondanád, hogy 10-re hazajössz, és akkor 10-re otthon kell lennie? Igen, akkor 10-re otthon kell lennie, de mert hát, ha történik vele valami. De hogyha én a gyerek szempontjából Igen? nézem, akkor még mi az, hogy én csak 10-ig maradhatok, mert úgyis akkorra lesz csak a legjobb a hangulat, és akkor nekem már haza kell jönnöm. De hát a gyerek vagy, és ezért a gyerek szempontjából kell nézned, nem? Hát igen, de hogy megértsem a felnőtteket, és hogy valamennyire hát alkalmazkodni tudjak hozzájuk, ezért látnom kell a dolgokat az ő szemszögükből is. Te most megérted a felnőtteket? Hát nem, mert egy gyerek soha nem értheti meg egészen a felnőtteket, csak mikor felnő. Ha szeretitek a csoportos játékokat, akkor most jól figyeljetek, mert egy ilyet tanulhattok.
Következő játékunknak a címe, Komám asszony, hol az olló? Ez minden olyan helyen játszható, ahol van legalább 4-5 fa. Kijelölünk a játékosok számánál egyel kevesebb fát, így egy gyereknek nem fog jutni fa, nem lesz háza, ő lesz a komám asszony. Ez a komám asszony megy minden fa tulajdonoshoz, és megkérdezi tőle, hogy komám asszony, hol az olló? A fa tulajdonosa elküldi valamelyik másik gyerekhez, aki szintén a fa mellett áll, és amíg a komám asszony elindul érdeklődni, addig a többiek a fáknál a helyüket megcserélik. Ha a komám asszony szemfüles és észreveszi, hogy hol akarnak éppen helyet cserélni, és talál egy üres fát, azt elfoglalja, akkor helyette a hoppon maradt gyerek lesz a komám asszony. Addig játsszak ezt a játékot, amíg bele nem fáradnak. Nagyon érdekes, jól figyeljétek, meg játsszátok ti is. Jó szórakozást! Ellátogattunk a Turi György kereskedelmi szakközépiskolába, ahol olyan ételeket készítettek el, melyeket jó szívvel ajánlhatunk mindenkinek, akinek kisgyermeke van. Milyen az egészséges reggeli? Az egészséges reggelinek most már tartalmaznia kell a müzlit, ezért ma bemutatunk mi is egy granola keveréket. A müzlitől a gyerekek energiához jutnak, különböző tejtermékkel fogyaszthatják. A gyerekeknek az étkezésébe elsődleges szerepet játszik a divat élelem, idézőjelbe téve. Itt gondolok a hamburgerre és a gyors büfékre. A hamburgerektől a gyerekek kalóriát kapnak, viszont a test és a szervezet számára fontos építőanyagokat nem tudják ezzel biztosítani, ezért nagyon fontos, hogy a szülők a reggeli és a vacsora biztosításánál, tehát a vacsora fogyasztásánál biztosítsák ezeket a tápanyagokat. Ezért a mai nap folyamán a müzli és a keverék mellé mi igyekeztünk egy zöldséggel, tejtermékkel kombinált reggelit bemutatni. A zöldségeknél a paradicsomot választottuk alapnak, amelyet egy hal pástétommal töltöttünk meg, illetve paprikát, amit sertésmájas keverékkel, krémmel kombinálva kínáltuk. A gyerekeknek nem olyan fontos az étkezés, mint nekünk felnőtteknek, ők jobban átsiklanak rajt, nincs idejük úgy étkezni, ahogy kellene, ezért szemedgyönyörködtető díszítéssel és tálalással csábítóvá lehet a gyerekeknek varázsolni az étkezést, akár egy reggelit is. Ehhez a granola keverékhez most egy epres, epel darabokkal ízesített joghurtot ajánlunk. Ezt a kicsik, az óvodáskorúak előszeretettel fogyasztják, a nagyobbak, a fiúk viszont a kefirrel vagy a natur joghurttal fogyasztják ezt szívesen. Természetesen a reggelihez pirítóst, vajat is kínáltunk, és ami egyre elterjedtebb, illetve kellene, hogy elterjedjen, a reggelinél a narancslé, illetve gyümölcslevek fogyasztása. Miért van szükség a gyümölcslére a reggelinél? Hát a napi folyadék szükségletünk egy részét ezzel már biztosítjuk, illetve ha folyton teát iszik csak a gyerek, akkor az egy olyan egyoldalú táplálkozássá fog válni. Tehát fontos az, hogy változatos legyen. Nem beszélve róla, hogy a gyümölcslevek rengeteg vitamint tartalmaznak, ami elengedhetetlen a fejlődő szervezet számára. A paradicsomban lévő tonhal krém, az hogyan készült? Olyan krémeket választottunk, amit pillanatok alatt el lehet készíteni. A tonhal krémet már megvásároljuk a tonhalat konzerv formába, és ezt csak áttörjük. Vajat, sót, borsot keverünk hozzá, ezt simára kidolgozzuk, majd a kivájt, besózott paradicsomnak a belsejébe töltjük. Az elkészítési ideje 5-6 perc. A paprikába sertésmáj krémet töltöttünk, ami szintén megvásárolt konzervet vajjal
borssal és sóval kevertük ki. Ezt ízlés szerint lehet még finomra vágott snidlinggel, petrezselyen zölddel ízesíteni, illetve fűszerezni. A granola, amit ma kínálunk, ezt nem készen vásároltuk, hanem különböző alapanyagokat vettünk meg hozzá, és ezt állítottuk össze. Az alapja a búza csíra. Ehhez adtunk olajos magvakat, diót, mogyorót, pisztáciát, illetve aszalt gyümölcsöt, mazsolát, és ezt az egészet mézzel kevertük össze. Ezután forró sütőbe beraktuk, hogy ez a méz egy kicsit karamellizálódjon az alapanyagokra, így ezáltal egy nagyon kellemes ízhatást érezhetünk. Vacsorára mit kínálhatunk a gyermekeknek, illetve a családnak? Gyorsan elkészíthető ételt választottunk vacsorára. Mindkettőnek az elkészítése ideje körülbelül fél óra. Az első étel a zöldség terrin. Ez egy nagyon könnyű tápláló étel. Az alapja kelvirág, karfiol, amit egy könnyű tejmártásba kevertünk, és párolt zöldségeket és karfiol darabkákat adtunk hozzá. Ezt egy nagyon könnyű kis sajtmártással kínáljuk. A másik étel, amit ajánlani szeretnék, pálmai kuglof néven szerepel. Ez egy rakott tészta, pálmai sonkával készített tészta. Azért esett erre a választás, mert a fiatal szervezet számára szénhidrátra, illetve a durum tésztából készült, durum lisztből készült tésztára is szüksége van, és akinek nagyobb a kalória igénye, az ő számára lehet, hogy nem lesz elegendő egy terrin, ezért gondoltunk tartalmasabb vacsorára is. A pálmai kuglof készítése, a durum tésztát kifőztük, szintén egy könnyű besamel mártásba, tejmártásba forgattuk, hozzáadtuk a darált sonkát, pálmai sonkát, majd az egészet egy laza tojáshabos lazítással lazítottuk, és ezután készre sütöttük. Ezt egy nagyon könnyű tejszínes mártással, paranymártással díszítve tálaljuk. A mozgás félegészség. Hogy gyermekeink milyen mozgásokat végezhetnek, s hány éves kortól, ezt a következő riportból megtudhatjuk. Hány éves kortól javasolt a gyerekeknek elkezdeni a mozgást? Körülbelül 3-4 éves korszakába lépnek a gyerekek. Akkor már azt tapasztalható, hogy a szülőkkel való együttsportolás vagy az ovistorna már nem igazán elégíti ki a mozgás igényüket. Ezért ebben az időszakban már ajánlatos valamilyen más edzésmódszerekkel is, sportolási lehetőségekkel is megismertetni őket. Körülbelül ez a 4 és 7 éves időszakban az úszás tanulásra nagy hangsúlyt kell fektetni, mert ez minden téren nagyon jó hatású a gyermekek számára. De abban az esetben, hogyha a maradék energiáját is szeretnénk a gyerekeknek lekötni, akkor már választhatunk valamilyen más zenés, táncos mozgásformákat is, amit egyaránt kisfiúk és kislányok részére is ajánlható, és egyre inkább szeretik, kedvelik ezeket a mozgásformákat. Ezek a programok, amiket a 4-5 éves gyermekeknek ajánlani szoktunk és végeztetünk velük, a későbbiekben nagyon jó alapul szolgálnak bármely más sporták számára, az ízületi hajlékonyság, izomerő fejlesztés, formaérzék terén. A kislányok ebben az időszakban megtanulják, és megkezdődhet a nőiesség alapjainak lerakása, tehát tulajdonképpen szintén az ízületi hajlékonyság, a lazaság, az arányos testalkat, a nőiesség és a kecsesség eléréséhez kapnak megfelelő segítséget. Túlsúlyos gyerekek is végezhetik ezeket a mozgásprogramokat? És egyáltalán nincs jelentősége, hogy most túlsúlyos vagy nem túlsúlyos a gyermek.
ugyanis ahogy az elején említettem, tehát játékos és zenére történő mozgásformáról van szó, ami egy nagyon jól kidolgozott mozgásprogram, tehát tulajdonképpen nem a súlya jelentősége, hanem az, hogy a gyereket körülbelül 45 percen, egy órán keresztül folyamatosan dolgoztassuk, és olyan jellegű mozgást végezzenek, ami nekik tetszik. Tehát nagyon nagy jelentősége van itt a zenének, nagyon nagy jelentősége van az óraadónak. Tulajdonképpen elég nagy művészet lekötni egy gyereket ennyi időn keresztül. Azok a fiatalok, akik nem élsportolással foglalkoznak, és elérték már ezt a tinikort, őnekik milyen mozgás lehetőségek vannak? Van most kialakulóban egy új fitness irányzat, ami Taibo néven ismert. Erről azt kell tudni, hogy ez egy nagyon hatékony edzésforma. A keleti küzdősportágak, valamint a nyugati világ fitness irányzatának ötvözeteképpen jött létre. Nagyon fontos, nem küzdősportág, és nem is aerobik. Ez egy teljesen sajátos edzésforma, kiváló erő állóképesség fejlesztő hatása van. A gyerekek, és ennek nagyon örülünk, főleg a tini korosztály nagyon érdeklődik, a felnőtt korosztállyal egyaránt. Ezután az újfajta edzés forma iránt. Tudni kell róla azáltal, hogy nagyon jó állóképesség fejlesztő hatása van, fejleszthető a szív- és vérkeringési rendszer működése, az izomtónus fokozható, és nagyon fontos, főleg gyerekeknél a helyes testtartás szempontjából a gerinc tartóizmainak megerősítése figyelhető meg. Tehát ezek voltak általában az élettani hatásai, de vannak nagyon jó lélektani hatásai is, ugyanis nagyon jól levezethető a napi stressz, a gyerekeknél a feszültség, és azáltal, hogy ez a mozgásforma nagyon egyszerű, nagyon könnyen elsajátítható, ezáltal sikerélményt is ad a gyerekek számára, tehát én azt hiszem, ebben rejlik az egésznek az a kiváló hatása, hogy tényleg jönnek, tényleg érdeklődnek, és nagyon szeretik csinálni. A Taibo mellett vannak-e hagyományosabb fitness edzések is? A felsős korosztály számára beiktatjuk a step aerobik órákat is, amiknek nagyon-nagyon jó szintén az állóképesség fejlesztő hatása, de nagyon jó erőfejlesztő hatása is van, és nagyon fontos, nem egy elhanyagolható szempont a koordináció készség fejlesztése. Ezek mellett pedig ugye folyamatosan mennek a táncórák, ugye a mai modern táncstílusokat felé nagyon nyitottak a gyerekek, nagyon örülünk annak, hogy már nem csak a lányok, hanem a kisfiúk is jönnek. A fiúk főleg inkább a hip-hop, a break és az electric boogie iránt érdeklődnek, és már egész fiatal korban, 7-8 éves, nagyon ügyes gyerekek is vannak, akik rendszeresen járnak táncképzésre. A Rózsa úti iskolásokat nemzetközi játékhatárok nélküli vetélkedőre hívták Lentibe. A kanizsaiak bennünket is bevettek a csapatukba, így minden adásban bemutathattunk egy-egy játékot. Az első játék címe: Tűzre, vízre, vigyázzatok. A játékosoknak láncidon kellett átfutniuk úgy, hogy minden láncra rá kellett lépni. Utána pohárba vizet meríteni, és ügyesen egy tárolóba kellett szállítani. Thank you.
A piarista iskolások erdei táborban kezdték tanévjüket. Gyertek, nézzük meg, hogy éltek Valkonyán. Az a célja, hogy a környezetismeret anyagot ne csak az iskola falai között, hanem kinn a természetben élőben ismerhessük meg. Másodikosok voltak múlt héten, nekik ugye az erdő a tananyag, hát itt ez volt a legjobb hely, ahol ezt megismerhették. Számunkra a víz és annak élővilága, nyáron a Balatonon voltunk, de nem mindahányan. Így most az egész osztály el tudott jönni, megyünk holnap a Szuloki forráshoz, és ott fogunk ezzel ismerkedni. A negyedikesek is voltak itt, ők pedig, de ők a Balatonon voltak, ők pedig a felszíni formákkal ismerkednek. Most az a lényeg ennek az erdei iskolának, mint elmondottam, hogy mindezt kinn a természetben élőben megfogni, megszagolni, megtapintani, érinteni, és nem utolsó sorban nevelő célzata van ennek az egésznek, mert nem igazán csak tanulunk, hanem nagyon sokat vannak együtt a gyerekek, velünk is együtt vannak, és egyáltalán megismerik azt, hogy a tanító is ember, nem csak egy tanító, együtt kerünk, együtt fekszünk, együtt alszunk, együtt sírunk, együtt nevetünk, és remélem, hogy mindannyian jól fogjuk érezni magunkat. Nagyon jól érezzük magunkat, és szeretnénk, ha még többet maradtunk volna. Szemig el sem ment. Hát, nekem hiányzik a családom, de amúgy meg jó, és ne csak 3 napot legyünk a legközelebbi kiránduláson. Hát mennyit? Mondjuk 1 hetet. Ugye? Inkább 2-t. Inkább 2-t. És te hogy érzed magad? Én nagyon jól érzem magamat, és szeretném, hogyha sokkal több ideig tanulnánk itt. És hát menjünk el minden szép helyre, ami itt van. Várjátok már a kirándulásokat? Hát igen, én várom. Meg hát szeretném, ha sokat mennénk az osztályjal kirándulni, meg itt is jó lenni, itt van a játszótér, és lehet játszani mindig. Jó itt lenni, és igaz, hiányzik egy picit a családom, de nem baj. És menjünk el sokat kirándulni. Én azt szeretném, hogyha látnánk igazi vadakat is, mert itt van egy erdő, és hát ott vannak. Bemutatjuk nektek a Fityázi iskola tánccsoportját. Ők a horvát táncokat szeretik. Kajkavska Rúzsa nevet viseli a tánccsoport, ami horvátul, Kajkavul, virágot jelent, és a céljaink és feladataink közé tartozik a horvátság kincseinek, szokásainak, dalainak, táncainak elsajátítása és megtanulása. Ahogy megígértük, minden adásban bemutatunk egy tehetséges gyereket vagy csoportot. Ma Vörös Nikolettet fogjuk nektek bemutatni, aki a Rozgonyi iskolában tanul és gyönyörűen furuljázik. Igen, sok minden érdekel, és főként, ami külvilágban történik, de engem érdekel a zene is, azért járok zeneiskolába, meg ezek is, hogyha megyek haza az iskolából, akkor ne bántsanak, végül is azért járok edzésre. És nekem, engem minden érdekel, ami történik, minden érdekel. Karate edzésre járok, és a zeneiskolába zongorázok, furulyázok és szolfésre járok. Szeretjük Nikit, mert jó lelkű, aranyos kislány és mindenbe segít. A tanulmányi eredményeiben ő nagyon sokat érte, ezért kimagaslott közöttünk. A fiúk közül is volt egy-kettő olyan, aki vele egy szinten volt. Azon kívül, hogy minden sok mindenre jár, délután még tud időt szakítani ránk, tehát segíteni is tud nekünk, hogyha valamit nem értünk. Igen, kedves kislány, nekem is szokott segíteni, és hát sok mindenhez ért, és
mindenben szokott nekünk segíteni. De ez az iskola számomra nagyon jó, és ez az osztály szerintem nem lehetne még jobb. Szóval nem is, nem rossz, jó, nagyon jó. Nagyon sok barátom van, szinte az egész osztály. Az a legfontosabb ebben az osztályban, hogy az egész osztály összetart. Igen, én is azt szeretem, hogy az egész osztály összetart, és mindenki segít mindenkinek. Én azt furcsán benne, hogy hogy tud ilyen sokat állandóan tanulni, meg ennyi gondot, meg terhet el tud vinni a vállán, mert én nem biztos, hogy végig tudnám csinálni, hogy ide megyek, oda megyek, akkor még az iskolába is nagyon kimagasló eredményem van. Hát én nem biztos, hogy még tudnám csinálni ezt a sok feladatot. Orvos szeretnék lenni, de nem tudom, hogy bejön-e. Házi orvos vagy sebész, nekem mindegy, csak orvos leszek. Orvos legyek. Azért elsősorban, mert segíthetek az embereken. Elsősorban azért, meg sokat tanulhatok abból is. És nem kell külön orvoshoz járnom akkor. Nem magamat is gyógyíthatom. Szerintem tényleg egy kicsit többet szakíthatna a szabadidőre, egy kicsit többet játszhatna kint, mert ahogy mindenhova megy, és szerintem nem tud elég időt szakítani a szabadidőre. Hát lehet, hogy nem így van. A zene az nyugtat engem. Hogyha otthon zongorázok, vagy furujázok, az nyugtat. Még hogyha valami aznap megbántott is, az elkalódik bennem.